Amikor programozásról van szó, akkor senki sem csinálja jobban, mint az amerikaiak, és természetesen ez nem véletlen, hiszen ami ott történik, az minta az egész világ számára, pontosan ezért hozták létre ezt az országot, úgymond annak idején. Természetesen jó előre tudták, hogy mi a céljuk vele, az, amit ma a világon látunk. Amerikában kikísérletezik a módszereket, és elterjesztik az egész világon. Mikor agymosásról és programozásról van szó, senki nem csinálja jobban, mint az amerikaiak. Erre fogunk megnézni egy nagyszerű példát, ez egy 2 perces NASA videó, ugye, ahol is ünneplik a Marsra szállást Pennsylvániában, Amerikában. A fő célpont nyilvánvalóan a gyermekek, hiszen a felnőttek programozása már réges-rég befejeződött, azonban a gyermekeknek mindenképpen szükségük van újabb és újabb információra, illetve hazugságokra ahhoz, hogy megerősítse bennük azt a hitet, hogy ők bizony nem mások, mint beszélő majmok, akik hozzátapadtak egy gömbhöz, ugyanúgy ahogyan a víz is, és a semmiben keringnek, a semmiből jöttek, és semminek semmi jelentősége nincs, amit csinálnak és tesznek. Érdekes az, hogy hogyan is gondolhatják azt még mindig, hogy az idegenek úgy néznek ki, ahogyan azt nekünk mutatják a filmekben, és hogy lehetséges az, hogy a legtöbb ember fejében egy olyan kép alakul ki a földön kívüliekről, ami megegyezik szinte szó szerint azzal a képpel, amit a filmekben látunk. Azért, mert amit a filmekben látunk, az nem más, mint programozás, és az egyetlen célja az, hogy az emberek gondolatvilágát formálja, és annak valamiféle alakot adjon abba az irányba, ami annak az elitnek, aki irányítja és uralja a világot, a legmegfelelőbb, hogy elérje a saját céljukat, természetesen az ellenség vezetésével. Érdekes az, hogy szerintem amennyiben az embereket megkérdeznék, hogy valószínűleg tartják-e, hogy az idegenek így néznek ki, mint amit itt látunk a képen, akkor az embereknek nagyobb százaléka fogadná azt, mint azt, hogy létezik egy teremtő, és ő igenis úgy alakította a világot, ahogyan azt látjuk, és ahogyan azt leírja a könyvben. Én nem szeretnék senkit megbántani, vagy senkit meggyőzni semmiről, csak szeretném bemutatni egy másfajta nézőpontot a világra, azt a fajta nézőpontot, ami azt képvisel és azt mutatja be, hogy igenis minden kivétel nélkül, ami a hivatalos álláspont és amit a tömegek gondolnak és hisznek a világról, az mind-mind hazugság, kivétel nélkül. Egyetlen kivétel sincsen. Sajnálatos az, hogy az sem egyértelmű, hogy a programozás minden szinten zajlik. A valóság, amit az emberek túlnyomó többsége valóságnak gondol, olykor, illetve legtöbb esetben megjelenik a szórakoztatóiparban, pontosan azért, hogy hozzászoktassa az embereket ahhoz a látványhoz, ami később majd az úgymond valóságukká válik. És a legtöbben ezt tárt karokkal fogadják, hiszen azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, pontosan tudják, hogy hogyan kell az embereket manipulálni, és mi az, amire az embereknek szükségük van ahhoz, hogy később be tudják fogadni azt a fajta hazugságot, amit eladnak nekik úgy, mint valóság. Minél korábban kezdődik ez a folyamat, annál egyszerűbb az uralkodó elit számára, hogy az embereket programozza, és annál nehezebb az egyénnek később kiszakadni ebből az álomvilágból. Ezért, szerintem ezért találják a fiatalok, a mostani tínédzserek, illetve a 20-as éveikben levők nehéznek elfogadni azt a tényt, hogy igenis létezik egy teremtő, és az egész világ, amiben eddig hittek, az egy hazugság. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez még mindig ugyanaz a film, az a 2 perces film, amiben szinte az összes program elemet láthattuk már, és még mindössze 1 perc sem megy, valami 10 másodperce megy. Itt most egyértelmű ugye, hogy a gömb, a földgömb látható, ez valószínűleg nem a Föld, ez gondolom a Mars, de a lényeg ugyanaz, hogy mindegyik gömbölyű, gömbformájú, hogy megerősítse azt, hogy ez természetes mindenki számára, hogy ezek a dolgok gömbölyűek, gömb alakúak, és mi ott élünk, pörgünk, forgunk rajta,
és mi pusztán beszélő majmok vagyunk. Az, hogy ezek az emberek színészek vagy sem, azt nem tudom, de mindenképpen borzasztó, különösen akkor, hogyha nem, hiszen ha belegondolunk, hogy ez a fiatal gyermek egy egész életre egy álomvilágban ba kerül, és abba bezárva fogja leélni az életét azért, mert a körülötte lévők nem voltak hajlandók gondolkodni, és nem érdekelte őket igazából az igazság. Az, hogy hol élünk, mi a feladatunk, mi a célunk, és miért is vagyunk itt. Az érdekes az az egészben, hogy 10 másodperc megy a videó, és már láttuk az összes fő programelemet a földgömbtől az UFO-kig, mindent. Ezúttal pedig Michael Mayer, ugye, aki állítólag egy vezető tudós, vagy egy tudományos munkatárs a NASA-n. Ugye a NASA nem más, mint egy hollywoodi produkció, ugyanúgy, ahogy a politika, Észak-Korea, vagy az összes többi dolog, amit a tévében látunk. NASA különösen szoros kapcsolatban van Hollywooddal, amit látjuk, együtt dolgoznak azon, hogy az embereket programozzák, és elültessék az elmékben azokat a dolgokat, amikre szükség van ahhoz, hogy az egész világ szépen bemasírozzon az új világrendbe, és mindenki elhiggye, hogy ő maga a világ közepe, és semmiféle felsőbb erő nincsen, ami kormányozza az életünket. Michael Mayer egyike azoknak a színészeknek, akik segítségével eléri ezt a NASA. Újabb programelemek természetesen a pogány jelképekkel, mint a csillagok és az űrruha, amiben aztán bebújnak a gyerekek, és később ugye az egész életükre meghatározza az élmény, ezek az élmények meghatározzák a véleményüket arról, hogy hol is élünk. Így zajlik a programozás, és ahogy mondtam az elején, nincs senki, aki jobban csinálná, mint az amerikaiak, hiszen pontosan ez volt a célja az egész ország létrejöttének. Igazából borzasztó, hogy az emberek nem látják azt, hogy mi is zajlik, nem csak hogy a szemük előtt, hanem a háttérben, és nem figyelik azt, nem egy egyszerűen senkit nem is érdekel tulajdonképpen, hogy ez igaz-e vagy sem. Mindenki nagyon kényelmes lett abban a valóságban, amit elétárnak, és amiről ő azt hiszi, hogy él ebben, észre sem veszi azt, hogy a rendszer mennyire kifinomult technikákkal programozza az embert, hogyan történik maga az agymosás. Elég kiírni azt, hogy ez egy mérnök a NASA-nál ez a karakter, egy UFO-t dobni a háttérbe, magát a Saturnus szimbolikát, és mindenki beveszi azt, hogy ez a valóság. Ahogyan a technológia fejlődik, úgy egyre inkább az emberek csapdába fognak kerülni, hiszen nehéz lesz, és már is nehéz megkülönböztetni a valóságot és a fikciót, az álomvilágot, hiszen a technológia annyira fejlett, hogy az ember nem képes már ezt a különbséget érzékelni olyan egyértelműen, mint amilyen akár csak néhány évvel ezelőtt, de arról nem beszélve, hogy néhány évtizeddel ezelőtt hogyan is volt ez. És az agymosás elkezdődik gyermekkorban, így természetesen sokkal könnyebb dolga van azoknak, akik uralják és irányítják ezt a világot, hogy kontroll alatt tartsák a nyájat, hiszen a cél alapvetően ez mindaddig, amíg az ember nem jut el a felismeréshez, hogy igenis van egy teremtő, és aki célja van velünk, addig pontosan ott van, ahol az ellenség akarja, hogy legyen. Mindenki elhiszi azt, hogy a Föld gömbölyű és ezek a bolygók így néznek ki, hiszen már annyiszor látta, annyi helyről hallott a filmek, a reklámok, az összes oktatási rendszer, minden erre épül, így nem is feltételezi azt, hogy ez egy hazugság, pedig ugyanolyan hazugság, mint minden más. Csak egész egyszerűen az ember már nem akarja észrevenni. Nézzük meg, hogy miért is fontos Mars számukra. Az űrkutatás és a NASA nem más, mint egy pogány, bálványimádati többistenhit. Természetesen Mars, a római istenség, az egyik fő hatalmasága volt a római pogány hiedelmeknek,
és a második volt Jupiter mögött. Az eredeti karakterről nem lehet túl sokat tudni, azonban Mars a háború istenévé vált az évszázadok során. Érdekes az, hogy senki nem gondol bele abba, hogy vajon miért is Mars után kapta a nevét március hónapunk, és minden más hónap miért pogány istenségek után kapta a nevét, ugyanúgy, ahogy a hét napjai, vagy ahogyan a hónapok, és az összes ünnep, ami hivatalos ünnep egy év során, az mind-mind pogány istenségekhez fűződik. Ha egyáltalán nincs jelentősége ennek, akkor miért így van mindenhol a világon? Akkor miért van tele ezekkel a szobrokkal az egész világ? Azok, akik állítják, akik finanszírozzák ezeket a szobrokat, miért engedélyezik azt, hogyha nincs semmi jelentősége az emberek számára? Azért, mert azt akarják, hogy az emberek azt gondolják, hogy ennek nincs jelentősége. Azonban ők ezeket az istenségeket szolgálják, hiszen ők tudják, hogy az, ami az írásban le van írva, úgy igaz, és tudják, hogy mi ennek az eredete, és nem véletlen, hogy az egész életünk e körül forog. Ancient History Encyclopedia, ez az ancient.eu, szintén ugyanazt írja Marsról, amit az előbb láttunk a Britannikában, mégpedig az, hogy a római a háború istene volt, és Jupiter mögött a második istenség volt a Pantheonban, ami ugye az isteneknek a helye, és természetesen a görög Árésztől ered, ami ugye szintén a háború istene volt a görög mitológiában, hiszen ezek a karakterek végigvonulnak az emberiség történelmén, csak úgy, mi úgy vagyunk szocializálva és programozva, hogy ennek nincs jelentősége, ez mitológia, ez mese, miközben azok, akik uralják és irányítják a világot, pontosan tudják, hogy kik ezek a karakterek. Ugye Mars volt a legenda szerint a Romulus és Rémusnak a szülő atya, aki Rea Szilviától származtak, illetve hát akit Mars megerőszakolt, és álmában terbejtette, ugye innen származik Romulus és Rémus, akik később Rómának az alapítóivá váltak. Újra megtaláljuk ugyanazt az információt, hogy Március ugye természetesen Marsról kapta a nevét, akárcsak az összes többi hónap, vagy a hét nevei, vagy az ünnepek, amelyeket mi ünnepelünk, azok mind pogány eredetűek, és természetesen az egész lényege az, hogy azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, ezeket a teremtményeket, ezeket a lényeket szolgálják, akiket ők nagyon jól ismernek, és számunkra előadnak úgy, mint legendákat, mítoszokat, meséket. Ahogy mondtam, az a jelentősebb ünnepek és azokat, amiket a pogányok ünnepelnek, legalábbis a világ túlnyomó többsége, akár Magyarországon is, többé-kevésbé egybeesnek a régi-régi pogány ünnepekkel, csak valamilyen más formában vannak előadva a tömegeknek, hogy azt elfogadják. A borzasztó az egészben az, hogy mennyire egyszerű az emberekkel elhitetni ezeket a dolgokat, és mennyire alacsony az embereknek az érdeklődés küszöbe. Elég egyszerűen csak mutatni egy képet, egy videót, ami úgy néz ki, mint bármelyik tudományos fantasztikus filmben, az űr, és az emberek azonnal elhiszik, hiszen így vannak programozva, ezért mutatták nekik kisgyermekkoruktól kezdve azokat a meséket, azokat a filmeket, karaktereket. Fölnövekedik az ember úgy, hogy ugyanazt a programot újra és újra és újra látja, hallja, így működik az agymosás, és mire felnő, el fogja fogadni azt, hogy a valóság pontosan ugyanolyan, mint a fantázia. Soha nem kérdőjelezte meg senki azt, hogy milyen alakja van a Földnek, hiszen természetes mindenki tudja, hogy a Föld gömbölyű, és mi beszélő űrmajmok vagyunk, akik csak véletlen szerűen kerültünk ide, és semmi szerepünk nincs az egészben, csak egyszerűen vagyunk, élvezni kell az életet, amíg lehet, utána pedig meghalunk, és majd visszakerülünk a nagy univerzumba, mint csillagpor. Azonban, amikor rájön az ember, hogy mi is a célja annak,
hogy minden korosztály számára megvan a program, ugyanaz a program minden korosztály számára, hiszen így segítik elő azt, hogy az agymosás tökéletes legyen, mire az ember felnő. A lényeg az, hogy ezzel el tudják rejteni a valóságot, ami az, hogy igenis létezik egy teremtő, és igenis van jelentősége annak, amit mi teszünk, csak nem olyan formában, ahogy azt nekünk előadják. Minden korosztály megkapja a programot, és soha senki nem kérdőjelezi meg, legalábbis nagyon kevesen. És az érdekes az, hogy aki megmeri kérdőjelezni, az automatikusan őrült, csak azért, mert nem hajlandó elfogadni azt, hogy mint mindenben, ebben is hazudnak, és az egész életünk egy nagy hazugság volt. És a valóság, a képzelet és a szórakozás elválaszthatatlan. És nem tudja megmondani senki, hogy hol kezdődik és hol ér véget az egyik. És a másik. Én nem kívánok senkit meggyőzni erről a dologról, vagy bebizonyítani, hogy ez így van, vagy sem. Ez teljesen egyértelmű, hogy így van. Minden, amit mondanak, hazugság, tehát ez nem lehet másképp. A lényeg az, hogy az ember hajlandó-e elfogadni, és hajlandó-e elindulni egy másik irányba, mint amerre megy a horda, vagy pedig csak azért, mert a többség erre megy, és hogy mit fognak gondolni, és vajon mi lesz a vélemény, és vajon mi lesz velünk, ezért nem meri ezt felvállalni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!